következő, amit még akartam mondani. Igen, május 24-én Arany István kapitány úrral és Ferenczik Ferenc rendőr alvezetés úrral egyeztettem. Annak a tárgya nem szólt másról, mint arról, hogy az interneten, a Facebookon megjelent egy hirdetés, miszerint a két farkú kutya párt Pisod Larányba festeni akar. A festett is, és ezért jöttek, amikor találkoztatok is kapitány úrral, akkor ez volt a fő oka, hogy bejöttek hozzám, jeleztük feléjük, hogy ilyen probléma van, és akkor utána néztünk a törvényi hivatkozásoknak is, amiben ugye az volt leírva, hogy amennyiben, tehát olyan festékkel festenek, ami lemosható, akkor semmilyen probléma nincs vele, viszont ha olyan festék, ami nem lemosható, akkor ez már rongálás, meg egyéb anyagi vonzatai vannak, és azt az ígéretet kaptam tőlük, és meg is tették, hogy amíg ez az akció folyik, addig akkor ők figyelemmel kísérik, felveszik az adatokat, egyebeket, akik ott megjelennek, hogy esetlegesen amennyiben olyan tevékenységet folytatnak, hogy ez nem lemosható, és ugye nem lemosható, akkor a szükséges intézkedéseket utána meg tudják tenni. Mi meg is tették, úgyhogy ennek az ügye folyik, nyilván fiatalok voltak egyébként ott kint, főképpen fiatalokból, diákokból állt ez a csoport, néhányan, 7-8-an voltak ott jelen, úgyhogy ez volt, ami akkor történt.